egyszer az volt föltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságosságban, amelyet halálával szerzett. Másodszor, hatalmával már most új életre támaszt minket is. Harmadszor, Krisztus feltámadása, ami boldog feltámadáson számolva. Néhány életest is szeretnék megosztani testvérekkel, a feltámadás élő reménységében búcsúztunk, de ennek héten Bergman Antalné Sáfrán Éva Klára 91 évet élt asszony testvérünktől. Gyászoló szeretteinket az úrvigasztaló kegyelmét kérjük és kívánjuk. Szeretnék a rákövetkező hétnek az alkalmaiból néhányat kiemelni. Kedden 6 órai kezdettel imaórát tartunk a gyülekezeti házban. Szerdán 6 órai kezdettel fiatal felnőtt testvéreinknek, egyetemistáknak, fiatal felnőtt testvéreinknek tartunk bibliaórát. Szeretnék már most előre hirdetni két olyan alkalmat, ami nem most a rákövetkező héten lesz, hanem az azután héten fog majd elkezdődni. Mégpedig a női óra majd utána fog elkezdődni, még most nem lesz a héten, de az utáni héten lesz már 9 órától csütörtökön. Valamint szintén egy csütörtöki alkalom, most nem lesz a felnőtt tanóra úrban ezen a héten, hanem a rákövetkező héten folytatnánk, úgymond a felnőtt hittant, mégpedig olyan címszó alatt, hogy hitéleti ABC. 6 órától lesz majd ez az alkalom, majd csütörtökönként ez a bizonyos hitéleti ABC, és nem csak azokat várnak, akik az elmélesztendőbe konfirmáltak felnőttként, hanem mindenkit, aki szeretne sokkal jobban megismerkedni, elmélyülni keresztény hitünkkel, mert azért hitéleti ABC, mert szó szerint az alapoktól kezdünk majd felépíteni, és egy komoly testvéri közösségben beszélgetni témákról. Ha az Úr értetett bennünket, akkor jövő vasárnap 9 órakor napközösség lesz majd a gyülekezeti házban, fél 10-kor pedig Isten tiszteletét a templomban. Szeretném kérni majd a presbiter testvéreket, hogy néhány perc az Isten tisztelet végeztével maradunk majd együtt. Szeretnék még hirdetni egy lehetőséget, ezt már megtettem a elmúlt hetekben, amikor még itthon voltunk, hogy elindul majd a konfirmációra való felkészítés a gyermekek számára is, a felnőttek számára is. A gyermekek ez azt jelenti, hogy aki már a 7. korosztályt elérte, őket várunk szeretettel, és hát a felnőtteket pedig külön készítjük felnőtt keresztségre vagy felnőtt konfirmációra. Nálam lehet jelentkezni ezekre a lehetőségekre. És szeretettel köszöntjük a Pannon TV-nek a nézőjét is, mert hogy ez a Isten tisztelet adásban lesz majd. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző vezető és megszentelő pásztora, a 804. dicséretünkre készülünk az ige hirdetésre, a 804. dicséretünkre énekeljük. Az első versnek az éneklése után jelenlévő gyermekek elmennek a gyermek Isten tiszteletre. 804. dicséretünket énekeljük. Hálát adok Uram az életért.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Urban, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökös, élő Isten. Amen. Imádkozzunk. Olyan jó volt szívből énekelni, örökké valóunk, hogy hálát adunk neked mindenért, mert valóban olyan végén gondoljuk az életünket, mindazt, amit te cselekedsz, cselekedtél, mivel körbeveszel bennünket, olyan megtartottál, olyan megörvendeztettél, egy szóval mindenért csak hálát tudunk adni. És köszönjük, Urunk, azt, hogy kegyelmeddel élhetünk. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki mélységekben és magasságokban is ott vagy velünk, hogy a te önnéző, vezető szereteteddel szorosan ölelni magadhoz bennünket. Urunk, így jó most a te jelenlétedben lenni, és így jó várni most a te szabad, a te igédet, azért, hogy az életté váljon bennünk, azért, hogy az valóban formálja az életünket, a szívünket. Urunk, köszönjük azt, hogy a te kincseidből élhetünk, azt, amivel megmozdalítasz bennünket. És köszönjük, hogy az ége is erről fog most szólni, hogy mi messze nem tudunk semmit úgy felajánlani neked, nem tudunk adni neked, amit te többszörösen, százszorosan vissza ne adnál nekünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy veled van nekünk élő kapcsolatunk, hogy téged ismerhetünk személyes megváltónknak, egyedüli Urunknak és jelentünknek. Urunk, kérjük azért, hogy ezen az Isten tiszteleten semmi ne szakítsa el bennünket tőled. Ne figyelj valahol nagyon távol, ahol már ne hallanánk a te szavadat, hanem hagyd kerüljünk hozzád közel, a te közeledre, hogy teljes megszívünk, teljes örömmel, teljes békességgel. Amen. Szeretnék dolgozni az evangélium szívem most János evangéliumából, a harmadik részének a 16. verséből most közöttünk. Úgy szeretném is, hogy a világban kérdező egyszület fiát adta, hogyha valaki szűri benne, el nem leszem, hanem örök élete legyen. Az örök élet beszédét hallgassuk most meg, amely által az Urának, ami mennyi édes Atyán keresik a szívünkre. Az örök élet beszédeiből található a Máté evangéliumának a 19. részében. A 19. részében pedig a 27-től a 30. verséig terjedő szakaszban, vagyis a rész végéig. Máté evangélium a 19. részében a 27. versétől Isten igéje szólt meg most bennünket. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi lesz? Jézus erre ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia bejön dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartott Izrael 12 törzse felett, és mindenki, aki elhagyta a házát, vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökíti az örök életet, de sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Kedves testvérek, az Úristen sokszor felülírja az embernek a elképzelését, elgondolását. Ezt azért mondom, mert az elmúlt időszakban három dolog különösen is elég jött, ami működhetett. És ez a három dolog három alapvető fogalom a keresztény életünkből. Az egyik a megigazulás, a másik a megszentelődés, a harmadik pedig
És amikor ez a három gondolat, hogy elkezdett motoszkálni bennem, és foglalkoztatott, akkor rögtön tudtam, hogy na hát előre kell majd, hogy úgy szétbontva, akár egy ilyen három részes sorozatként is elég hozza majd az ide, és hát erről fog szólni majd, hogy erről fognak majd szólni a prédikációt, az ige hirdetése. Aztán azért mondom, hogy amikor az ember ezt elgondolja, hogy foglalkoztatott, elővettem az igét, és a Márk evangéliumából elolvastam a 19. részből azt, amit most szintén a testvérek előtt álltam, akkor Isten felül írta, mert azt mondta, hogy ezen a mai Isten tiszteleten erről kell, hogy hangozzon az ige. Mégpedig arról kell, hogy hangozzon az ige, hogy mit jelent elhagyni valamit, valakit Jézusért. Mit jelent feladni érte? És mit jelent az, hogy a százszorosával jut vissza? Annál, hogy valóban Jézus követőjévé válunk. Na most, ugye ez a másik vonal, amit mondtam, és ezt hozta elő ma az igény. Viszont nem akarom mindenféleképpen ezt az első három fogalmat bele tuszakolni a prédikációba, de mégis azt láttam meg, hogy nagyon is összefügg. Nagyon is összefügg azzal a kérdéssel, hogy mit jelent feladni valamit Jézusért, ahogyan Péter is mondja, hogy mi mindent adhatunk, és mit jelent az, amikor százszorosának jut vissza. Vagyis százszoros és még többszörös állásban van része az életünknek. Csak röviden a három első dolog. Megigazolás. A megigazolásról valahogy úgy fogalmazták meg, az olyan, mintha az az ember múltjára vonatkozna. Megszentelődés. Az embernek a jelenlége. És hát ha a megdicsőlésre gondolunk, akkor a megdicsőlés pedig a jövendőt tárgyalni. Miért van arról szó, hogy a megigazolás a múltat akarja valahogy, hogy remekedni? Hiszen az embernek az élete bűnös. Nem igaz. Amikor az ember elkövette a bűneseket, távol került az úttól, onnantól kezdve az embernek lehet, hogy bizonytartóság igazsága, de nincs igazsága. Mert nem igaz az élet, lehet azt mondani, hogy hamisságá. És Jézus Krisztusban igazi kerelje a mennyei. Onnantól és általában vállalunk igazából igazá. Vagyis ezt nekem nem igazgás, hogy helyére teszi az életünket. Hogy aki igaz, az egyedül Jézus. És ő benne, hogyha ezt a váltságot elnyerjük, mert valóban az életünket bűnbánatot oda tesszük az Úr kezébe, akkor igaznak akar Krisztus által és Krisztusban nyilvánítani. Vagyis a múlt, az már a múlt. A bűneink a kengedőjére vettettek. És egy egészen más embert lát az Úr Jézus által. Ez a múlt. És amikor elkezdődik az embernek az új élete, a jelen, remélem, ez a jelen a számunkra, akkor van az, hogy a megszentelődés folyamatában állunk a bennünket az Úr. Na majd ezek is ki lesznek egyébként egy-egy hirdetésbe mondva. És hát van valami, amit majd elnyerhetünk, ahogyan mondja az ige, a hevatatatlan koszú, ez a bizonyos megdicsőlés. Ezt kaphatjuk majd a jövőben, amikor hazaérkezünk, vagy célba érünk, mondhatni. Most drága testvéreim, ahhoz, hogy ezek mind megtörténjenek, hogy valóban az ember igazán váljon Krisztusban, ahhoz, hogy az ember valóban a megszentelődésnek a folyamatával legyen, és ahhoz, hogy már egyszer célba érünk a megdicsőlés pillanatában, és emeljünk az elvadhatatlan koszorút, ahhoz igaznak kell lenni annak, amiről Péterek beszélnek, amiről Jézus beszél. Vagyis mi otthagytunk mindent. Mi otthagytunk a régi életünket. Mi feladunk azért, hogy téged kövessünk. És mi lesz ennek utána? Értetek is, vagy érzetek is ezt a bizonyos három gondolatnak a megjelenését? Otthagytunk a régi. Benne vagyunk a Jézus
teremtésében, és nem jutalmak van már itt is a Földön, mert itt a Földön is jutalma van, de előre is lehetünk, amiről beszél Jézus, az örök életet, az örök életnek a reménységét. Azt mondja Péter, hogy jót hagytunk mindent érted Jézus. És ez azt jelenti, hogy a Jézus követésének bizony ára van. Nem tudom, hogy mit jelent ez a mi életünkben mindenkinek. Hogyha valaki azt mondja, hogy Jézus követője lesz, akkor ennek milyen ára van? Miért gondol az ember arra, mert nekem valahol Péternek ez a kijelentés, ez egy ilyen mély sóvalt jelentett. És azt mondja, hogy hát igen, Uram, és mintha elkezdte volna számolgatni magából ezt is, azt is, amaz is, ott vagyunk csak azért, hogy a te követőd legyen. Ott hagyták a hármat, ott hagyták, hogy valaki ott hagyja például Máté, ugye vámszerű asztalt, az egzisztenciát, és elmentek, elindultak a Jézus követésében. Ára van. Nem tudom, hogy a mi életünkre nézve, amikor te elindultál a Jézus követésében, akkor ezeket mielőtt el? Végig gondoltad? Egyáltalán felment? Bármelyikünkben is azt, hogy ennek valamilyen ára van. Az az igazság testvéreim, hogy amikor én személyesen találkoztam a megváltó Jézussal, abban a pillanatban, amikor megszólított, akkor én ezen nem gondolkoztam. És azért nem gondolkoztam rajta, mert valami olyan mélységes örömöt töltött el, amit nem tudok igazából megfogalmazni. Csak egyszerűen azt tudom mondani, hogy azok a mázsás gyermek, bűngyermek, amik úgy nyomták a szívemet, a lelkemet, az életemet, azok úgy peregtek le. És a szabadulást az örömét éltem át. Én a 32. Zsoltán, ugye kaptam az útról a hatalom, és pontosan azt éltem át, hogy szabaddá lehetek Krisztusban. És nem azon gondolkoztam, hogy ezt is, azt is, azt is, és valahol egyfajta listát állítottam össze, és mondtam azt, hogy na ezeket, tehát nekem fel kell adnom azért, hogy a Krisztus követő legyek. Persze tudom azt, testvérek, hogy az ember egyelőre a hit útján néha a gonosz azért próbálja belég oltani, vagy úgy elhetetni, figyelj, pedig jobb lenne, ha ez is még meg lenne az életedbe, meg az is. És mi lenne, hogyha még ezt is beengednék, azt is, és nem leszel olyan nagy baj. És ilyenkor van az az ember, hogy hát kidobáltam az életemből, mert feladtam. De drága testvérek, Jézus ezért mondja el, hogy te bármit dobtál ki az életedből, ha a bűnöttől megkeredtem, meg nem is kell szabadulni. De bármit dobtál és adtál fel az életedből, sokkal többet más, és valóban áldást adott vissza a te számodra. Na most akkor azt mondja Péter, hogy én mennyi mindent feladtam, nem csak én, mindannyian a tanítványok, akik követtek téged, akkor Jézus egy egészen más, egy más oldalról válaszol vissza. Figyelj, te ne azon gondolkozzál, mit adtál fel. Te azon gondolkozzál, hogy mit kaptál. Hogy miben ajándékozott meg az Úr. Hogy milyen ajándékai vannak a számodra. Mert pontosan rádöbben az ember, hogy mennyi mindent kaptam az Úrtól. És az Úr mindent az ő kezében tart. Drága testvéreim, nem tudom, hogy hol vagytok vele, de én nagyon sokszor átéltem az életembe azt, hogy az Isten az ő végtelen szeretetődés kegyelmét fordult. És azt éltem át, nem csak egyedül, vagy éltük át a családommal, a szeretteimmel, hogy az Isten, mint az ő gyermekének, pillanatok alatt megoldódott az életében. Hogy azt éltük át, hogy egyszerűen értelmetlenek vagyunk, de mégis, ami értelmetlenség ellenére, azonban látjuk az adja a kegyelmet. Állsz! Meg se érdemeljük, fel se tudom fogni. De annyi csodában volt részem.
mert az Úristen irányított, vezetett, helyre adott magukat. És az, aki Jézusért nem hagyja el, nem pakolja ki dolgot az életéből, és nem hagyja el, és nem mondja azt, hogy de igen, Jézusért, te követőd leszel, az az ember ezt nem tudja meg. Az az ember ezt nem tapasztalja meg, hogy mit jelent százszorosan visszakapni az Úrtól. Drága testvéreim, az elmúlt hetekben, ugyanis elmúlt héten, mi nem voltunk itthon, úgymond elmentünk a feltűnésnek a pillanatainak. És közben azt kellett megtapasztalnunk, hogy még innen is jöttek a nehézségek, nem a gyülekezetből, hanem a, innen, Magyarországból, az életünkben. Két komoly nehézség, amire ott álltunk, és azt mondtuk, hogy lesz ebben megoldás. Mind a kettőben. Azt lehet, hogy hívok jött a megoldás. Az Isten kegyelméből. Nagyon röviden csak egy történet. Úgy gondoltuk, hogy középső gyermekünk akkor lépünk. Ugye, Budapest az egyetemben. Mi elmentünk a Budapestba, hétfőn már ott megyettünk volna vinni. És jön, csütörtökön a jelzés, hogy nincs kollégium. Na most mit csináljunk? Több ezer kilométer távolságban van. Az ő minden már nem volt az autóban, ahol hagyta. Most mit csináljunk? És ilyenkor ugye az ember próbálja a kapcsolatait valahogy beízíteni. A keresztény kapcsolatait is. Levetesen azt történt, hogy este egy nagy kérdőre lefeküdtünk le. Kétségek között. Reggel, amikor felkeltünk, ott volt egy telefonszám. Hívjátok, és megoldottak. Mert keresztény körökben megoldottak. Ennek a kérdése lett számás. A katolikus privátnak tettén, a szintén partjának van számás fölöttítve, öten voltak, és még egy valaki nem hiányzott, vagy egy valaki hiányzott, egy helyen. Megoldottak. Mert a keresztények elkezdtek egymás között mozgolódni. És ez csak az az ember érzi át. Lehet, hogy azt mondják, hogy jaj, ez bejelentem, de nem. Mi annyiszor megtapasztaltuk már az életünk az Isten tekintetében. És nem bemagyarázunk azt, hogy hát ez azért történt, mert most na, minden olyan szépen alakul. Igen, de azért alakul szépen, mert Isten ezeket elrendezi. Hogyha valamit mi feladtunk miatta, hogyha mi az életünket oda tettük a kezébe, akkor nem fogja a szeretetét megvonni, ha ő valamit elindított az életünkbe. Hogyha mi valamit oda tettünk, akkor mi a legnagyobb mélységben is áttől el az életünk szeretetében. És majd arról is tudok beszélni, mert Jézus nem azt ígérte, hogy ha a követőim lesznek, akkor például se betegség, se üldözés, se olyan, ami nem is kell jelenteni az életetekbe, az nem lesz. Nem ígérte, de azt megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végzetén. És ennél ez nem úgy százszoros, ennél több és nagyobb kegyelmet nem kaphatod az ember az utól. Amikor azt éled át, hogy te belehelyezed a kezedet az Isten kezébe, te belehet, hogy csak belehet az életedet az Isten kezébe, akkor az Úr minden kézben tart. Onnantól ez egy jó esetben fog. És az Úr minden kézben tart. Van most egy ünnének dicsőítés, ez a refrén. Újra és újra jön elő, és nekünk például, hogy ezt hallgatjuk, újra és újra hallgatjuk, mert bátorítást adott, megeredetett bennünket. Egyszerűen csak így szól, az Úr minden kézben tart. Egyet tudom, egyet hiszem, minden kézben tart. Légy csendben, lelkem, hajts kérdel, és bíz. Légy csendben, tud, hogy ő az Úr. Vagyis aki ezt nem teszi, oda bízva az életét, az átélő azt, hogy mit tapasztaltam. Lehet, hogy Péter, itt ebben a helyzetben felteszi ezt a kérdést, hogy mondja, hogy hát Uram, mindent odaadtam. Vajon mit kapunk el?
annak ellenére, hogy háromszor is megtagad Jézus. Egy szóval Péter tudja azt, hogy igen, mit kaptam érte. Azért, mert nem indultam, mert a kezébe helyeztem az életemet. Aki oda teszi, az valóban átéli azt, hogy mit jelent, hogy megérzi az életét. Ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, hogy Péter megteszi fel ezt a kérdést, úgy előre vagy inkább, hogy mondjam, hátra is kell olvasni. De hát olvastuk, akik leolvastuk a lapszakit. Ugye ott van a gazdag ifjúnak a története. A gazdag ifjú, aki eljön, aki megkérdezi Jézust, hogy mondd meg nekem, mester, mondd meg nekem, hogyan nyerhetem el az örök életet? És ugye Jézusról beszélt, Jézusra beszélt a parancsolatokról, hogyan ugye a megtartásnál, és akkor azt mondja Jézus, figyelj ide, add el a dolgot, ott szép, ezt kövess engem. Na erre a kijelentésre, abban a pillanatban, ugye a sarkon fordul. Ezt már nem. Na erre a Péter. Mi mindent elhagyunk. Mi nem érdekeltünk. Nem gondoltuk végig, megint remény, és akkor csináltunk egy listát, húztunk egy erős vonalat, de és akkor merre is van minden ez a bizonyos mérnek, hanem elindultunk, és követtünk Péter. És én is azt mondta, hogy figyeljetek, aki ezt megteszi, az megkapja a maga jutalmát. Az benne lesz, az átéli, az nem fogja megkérdezni, és nem fog meglepődni, hanem annak az élete lesz. Mit jelent az, hogy követjük Jézust? Hogy azt jelenti, drága testvérem, hogy amikor az ember azt mondja, hogy igen, én mindent odaadtam, akkor elkötelezzük magunkat arra, hogy igyekszünk a szentségre az életünkben. Hogy igyekszünk arra, hogy az ábrázatunk az valóban az ő ábrázatára kezdjen elváltozni. Mert az, hogy az Istennel bármilyen kapcsolatunk legyen, az, hogy azt mondom, hogy na igen, én mindent feladtam, elindultam a követésben, annak az a feltétel, hogy törekszünk a szentségre. Mert csak úgy lesz valódi élő közösség a megváltó Jézussal. Kedves testvéreim, ugye amikor arról beszélünk, hogy adunk, kapunk és elvárásaink vannak, lehet, hogy felteszünk ezt a kérdést, hogy megértem. És azért értem meg, mert nem csak egy olyan történetet, amit én most nektek elmondtam. Száz legalább olyan történetet. És még több történetet. Mindenki a maga életében is el tud mondani, hogy végig gondolj, ahogyan Isten belenyúlt az életünkbe. Mit kapunk, amikor elindulunk a követésre? Amikor Péter azt mondta, hogy mindent elhagyunk, mit kapunk? És mit kapunk mi? Első rendben Jézus önmagát ajánlja nekünk. Hiszen Jézus kapjuk. És ahogy már mondja az ide, felejtjük mindent. A római levélnek a 8. részében benne van az, hogy aki tulajdon a fiát nem kímélte, ugye? A mennyi anyával van szó, odaadja a tulajdon a fiát. Azt mondja, hogy aki tulajdon a fiát nem kímélte, hanem mindjárt odaadta. És itt folytatódik az, hogy hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Mindent, ugye? Nem tudom, tudjátok, hogy mi ez a minden? Benne van, hogy átkérdétek-e már, hogy mi ez a bizonyos minden? Mindegyik számára. És mit kapunk Jézussal még? Kapjuk a Szentléleket. Szentlélek nélkül egyetlen egy hívő ember sem lehet. A lélek vezetése nélkül, megszentelése nélkül, útmutatása nélkül, egyetlen egy hívő ember sem lehet. Nem ülhetsz itt a templomba, hogy azt mondanám, hogy hát akkor Jézus valamilyen kapcsolatban van, mert megismertem az atyát, na de a lélekkel nem tudok mit kezdeni. A Szentléleket is megkapjuk. A lélek ajándékai van, és a lélek gyümölcsével együtt. A
aztán mit kapunk még? Megkapjuk a fiúság lelkét. Milyen csodálatos dolog. Abban a világban, amikor azt mondom, Jézusom, kezedre teszem az életemet. Onnantól kezdve, ebből az apróból kifolyólag, azt mondhatom, hogy mennyi legyen, hogy mennyi legyen. Addig nem mondhatom. De onnantól kezdve azt mondhatom, hogy mennyi legyen. És onnantól kezdve az anyám lesz. És megkapom a fiúság lelkét. Aztán megkapjuk az drága testvérek, az Isten ellenségébe, az Isten gyermekeivé leszünk. Mert ez történik, hogy aki a fiúság lelkét megkapja, az az Isten ellenségéből, az Isten gyermekeivé van. Aztán hova jutunk? Örökösök leszünk. Örökösök. Mennyi örökös lehet. És nem lesznek örökösödési hátok. Itt nem lesz harc, hogy enyém legyen. Ja, persze volt ilyen. Ki lesz közelebb hozzá Jézus? Ki fog a jól gondolkodni, mert ugye azért Zebedeus fejtől nem is elhangzik egy pillanatra. De nem. Ugyanazt az örökséget kapjuk meg. Ez olyan csodálatos. Ugyanazt az örökséget. Elmondhatatlan hosszú üdvösséget. Örök életet. Mit kapunk még? Teljesen örök. Teljes békességet. Teljes életet. De még egyszer mondom, hogy csak az az ember éli ezt át, aki őszintén szívvel semmi nem vállal, csak a kegyelmet teszi azt, hogy követi Jézust. Te mit adtál oda? Én magamnak is feltettem a kérdést. Mit adtam oda? Mit adtam fel a Jézus követésére? Igen, elhangzik ez a kérdés, vagy most el kell hangozzon, és végig kell gondolnunk, de gondold rögtön a következőleg, hogy na de ő mit kínál. Mi ez az, hogy mindig ragaszkodni, amit már régen fel kellett volna adnod, ami még mindig elválaszt, és nem Jézushoz köt. És mit kaptál, ami valóban Jézushoz köt. És ugye azt is elmondtam rá a testvéreim, hogy még amit kapunk, az azt is jelenti, hogy kapunk mi bűnöztetést is, kapunk mi harcot is, kapunk mi küzdelmet is. Hát Pál Apostol, amikor leesett a Damaszkusz korában, és Jézus követője lett, ez az üldöző, aztán egyszer csak átköltött, mit jelent üldözött meg lenni, hogy ő hogyan viselkedett az ő honfitársaival mondjuk, vagy a többiekkel, amikor üldözte a keresztényeket. És kapott üldözést. És elmondja maga a saját életének a bizonyságtételét, hogy hányszor lettek meg, beszőztek meg, élethalál az előadó, csodolgott. De nem panaszkodott sem. Elmondja, hogy elkészített számomra elváltatottan hozzunk. Mert kapott, hogy igen, harcot, küzdelmet, üldözést. De kapott Jézus kegyelmet mindennek az elváltozásához. Biztonságot. És egy olyan távlati cél, amiben benne volt, hogy egyszer mindez letéthetik, és egyszerűen hazajönkezik. Csodálatos dolog az, hogy igen, ez a megdicsérülés, ez a elhagyhatatlan szó, ott van a szemünk előtt. Elvettünk minden, de mit kapunk, és mit fogunk még kapni? Mert a jobban még azt lehet mondani, hogy hátra van. Na és bennem az is felmerült, hogy onnantól kezdve, hogy Jézus igaz követővé váltunk, testvéreket is kaptunk. Számomra a már említett történetben ez nagyon jól felsőre. Testvéreket is kaptunk, akire számíthatunk. Akik rögtön segítenek, akik ott vannak, akik támadnak, akár erős ima háttérként, vagy akár már tevőlegesen is utána. Nem nagy dolog ez, hogy ezt is ezáltal kapjuk meg. Ezt a bizonyos testvéri közösséget. Valahogy benne volt, hogy micsoda hálózati kapcsolati rendszer, ugye a kereszténység is. És ez egy jó hálózati kapcsolati rendszer. Amikor a testvérek tudják azt, hogy igen,
nem ismerem őt személyesen, de valaki szavatolja, valaki ott hallja, aki jó bizonyságot tesz róla. De ő is oda tartozik, ahova én, és megismerni. Mint ahogy annak idején megismertük egymást, amikor a halat oda rajzolták, ugye a homokba, és tudták, hogy na, ő is az én testvérem. Ezt is kapjuk, számíthatunk egymásra. Igen, százszorosát kapjuk az üldözésekkel együtt, de egy biztos lába testvéreim, hogy Jézus nem állít zsákban csinál. Elmondja, mi az, amit jön, elmondja, mi az, amit kapunk, mi az, amit ad nekünk. És egy fontos dologgal szeretném befejezni, egy dolgot ne felejtsünk el. Amikor az ember azt mondja, hogy hát ennyi mindent feladtam Jézusért, lehet, hogy Jézusnak kellene az elsőnek, nem lehet, imádom, hogy neki kellene az elsőnek az életünkben. Akkor például volt, hogy az a történet a Szentírásból, ott vannak Jézusnak a testvérei, az anyja is, hát hívják ki ő, és Jézus azt mondja, hogy nem, itt van az én anyám, és itt van az én testvérem, itt vannak az én testvérei. És ugye fölháborodhattak volna, már meg a testvérek, hogy hát minden már Jézus szeretetről beszélsz, prédikálsz, tanítasz, és közben mégis olyan, mintha őket jobban szeretnél, mint a saját véleményt, akkor hogy is van ez? És akkor úgy lehet igazából helyre tenni ezt a kérdést, hogy amikor azt mondod, hogy te mindenkinek jobban szeretnél Jézus, mindenkinek jobban szeretnél az Ura, és az első helyre tenni az életünkben, ha ez megtörténik, figyeljétek meg, mindenki más ugyanúgy fog szeretni, még jobban. Ha Jézus lesz az első életünkben, mindent oda helyezve, onnantól kezdve minden más viszonyulás is megváltozik. Onnantól kezdve jobban fogod szeretni a házastársadat, jobban fogod szeretni a gyermekeidet, érdekes mérnök, ezt nem is szeretne. Jobban fogod szeretni az ember szüleit, jobban fogod szeretni a barátokat, az ismerését, ja, és jobban fogod szeretni az emberségét is. Hogyha Jézus lesz az első, az életünk. Mert így változik meg minden. Igen, van ám a Jézus követésnek, a régi énnek a feladásnak. És van utána egy új teljesítő, amelynek csodálatos távolta címei vannak. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te elhívtál bennünket, hogy a nevelted a tanítványaidat, és köszönjük, Urunk, azt, hogy te ígéreteket adsz nekünk, és amikor a te ígéreteid elhangoznak, akkor a te legnagyobb ígéreted az, amiben megkapaszkodhatunk, amiben mindent ráépíthetünk, hogy velünk van minden napon, ami rám végezetéig. Urunk, köszönjük azt, hogy te sasszának nem hordozol bennünket. Köszönjük neked azt, hogy felemelsz bennünket a mélységből. És akkor, amikor csak egy pillanatnyi kétség között lennénk, egy pillanatnyilag úgy éreznék, hogy mintha valami megoldatlan helyzetbe kerültünk bele, akkor a te gyermekeinek hozod a megoldást. Legyél ezért áldó kicsőség neked ezért. Tudom, köszönjük azt, hogy a te gyermekeidet, akik egyszer azt mondták, hogy elkötelezik magad melletted, aztán te el nem múló, elszakíthatatlan szeretetedbe fogadod. Ezt kérdettük, nem? Urunk, azért könyörgünk, ha itt még valaki nem tette volna meg, hogy az életét 100%-os paradiszta volna. Annak segíts abban, hogy kiformálódjon az elkötelezés. Segíts abban, hogy meghozza a teljes döntést mellettet, és tudjon téged követni. Urunk, köszönjük azt, hogy te azt a mennyei támadatot oda helyezed elénk, és így futhatjuk meg a pályát. Segíts nekünk minden lépést megtenni a hitnek az útján. Nehézségek, fájdalmak, üldöztetések, próbatételek közelében is. Uram, köszönjük azt, hogy itt
tartasz meg bennünket. Így mutathatunk rád az életünkkel. Így szeretnénk valóban a te dicsőségedet formálni. Ebben áll meg bennünket, Úrunk. Urunk, tárd meg a gyülekezetet, harcainak bizonyságtételében. Te légy a betegeinkkel. Te segíts meg őket a gyógyulás kegyelmével. Eléd hozzuk, Urunk, a gyászolóinkat is, akik az elmúlt héten a ravatlan mellett kellett megállni, szeretett ravatlan mellett. Te vigasztalj őket. A feltámadás és örök élet élő reménységével. Urunk, kérünk azért, hogy most, ebben a szeptemberi időszakban, amikor újult terekkel akarunk tovább menni, gyülekezetünk minden esemény programját. Hogy kérjük el tőled, hogy kérjük el az állást, hogy kérjük el a vezetést és a látást, hogy minden, ami történni fog, az a te dicsőségedet szolgálja. Amen. Néhány pillanatot testvéreink csendesedünk el imádságban Isten színe.
Boldog az az ember, aki őben nem bízik. Amen.